Na sziasztok, Hexarius vagyok, és ez itt a Stalker Shadow of Chernobyl, aki egy modja, méghozzá ez a Radiophobia nevezetű mod, amit igazából, ha megvan a játék, lehet az gogos verzió, lehet az Steam-es verzió, de szerintem ugye tört egy crack-es verzióval is működik, nekem ugye a Steam-es verzió van meg. Igazából egy torrent file-t le kell tölteni, az kicsomagolja az ember, és ott lesz egy telepítő kis cucc, azt ugye meg kell adni, hogy hol van telepítve, vagy hol van telepítve a Stalker Shadow of Chernobyl játék, és oda föltelepül, ott lesznek ilyen opcionális választás lehetőségek, hogy dinamikus dolgokat telepítsen fel, dinamikus árnyékokat pluszba, meg egy-két ilyen opcionálisan választható dolgok, és utána igazából csak el kell indítani az eredeti játékot, és onnantól kezdve már megy is a mod. Plusz még ugye én felraktam, hogy a fűnek a kirajzolása az ugye messzebb legyen, mint az eredeti, mert ugye elég közel lehetett csak látni, és ugye messze meg ilyen kopár cucc volt, úgyhogy ebben a verzióban most 200 méterig lehet látni a fűnek a cuccát, hát alapmódon indulunk el. Ugye ez a mod elég sok mindenbe változik az eredetihez képest, főleg grafikájában, az lesz az egy, ami egyből szembe fog tűnni, hogy nagyon-nagyon szép a grafikája. És igazából azt lehet mondani, hogy minden át van dolgozva benne, rengeteg mellékküldetés, jármű, stb. Hopp, nem tudom onnan elvinni az egeret, úgyhogy sorry, de hát megnézzük, ugye ez az eredeti kezdés, ami ugye benne volt, és ennek valamilyen nincs is hangja. De hát ugye egyik Stalker mod sem lehet tökéletes. De hát nézzük is, ugye itt jön a Death Track, ami szágolt kifele a zónának a közepéből. Ugye a halottakat szállítja kifele, akiken hát nem volt valami kedvező a zóna hatása. Még annyit ugye elmondok a modról, hogy elég sok modot is tartalmaz magába, ugye az OG eset és az Old Good Stalker modból is tartalmaz sokat, ugye HD textúrák azok vannak, mint mondtam, ugye egy csomó új küldetés, meg a régi küldetéseket is újra dolgozták. Lesz benne jármű, lesz benne ugye, hogyha fölveszel egy gázmaszkot, vagy valamilyen másféle ilyen arcra való akármit, akkor ez ugye látszani fog. Meg tényleg számtalan, szóval igazából az egész játékot amúgy átdolgozták, de ugyanúgy az alapja, az ugyanúgy az a Shadow of Chernobyl. Szóval ugye itt szépen megnézi az a csávó, hogy kik élték túl, hát ugye Strelok az még él. Hát itt némán figyeljük az eseményeket, de hát ezt mondom, ezt tudjuk be ugye a modnak a hibái közé, de hát most na. Mint mondtam, egyik Stalker mod sem lehet tökéletes. Ja, és akkor lényegében ugye ide elhoznak, akkor ezt el is tekerjük amúgy. Elhoznak ugye a Sidorovichhoz. Я тебе врятував. Сава. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Окей. Виконаєш для мене, вибирай, як ми з тобою вчинимо. Едьбе одяг клюдати, що нам я тобі зараз є справа. Едьбе утнаги шінді тому. Нам тому, лейте амуй вале. Aha, ja, és ugye azt is tudni kell, hogy ez egy elég hardcore mód. Szóval kevés lőszer lesz, kevés pénz lesz. Хлопче, találsz fegyvert, akkor nem fog működni, stb. Мені потрібен реальний товар. És igazából... Anomaly detector. Як провітришся, заходь. Szóval abban nincs is amúgy semmink. Van egy távcsövünk, aztán helyes a picsába kategória.
Meg ugye nem ilyen zöldes terület, hanem ez a lepusztultabb dolog van. És látjuk is, ahogy a figurák is teljesen átlettek dolgozva. Tud nekem, már mondjuk sok mindenem nincsen, még ki sem sincs, úgyhogy ahhoz folyamodom, hogy elmentjük a játékot. Nehogy az legyen, hogy... Знайшов там людину в білому халаті, та й давай їй скаржитися. Лікарю, зовсім не можу спати. Мені, розумієте, сниться, начебто я замкнений у саркофагі. Minden átlen dolgozva. De első utunk, ugye mindjárt úgy kapunk majd fegyvert, de megnézem, mert én is kíváncsi vagyok. Hogy vajon benne van az a Stalker armor itt. Ó, és itt le lehet hasalni. Halló? Hát nincs. És itt ugye úgy van, hogy nem ilyen... hát nincs, nincs itt. Hogy nem ilyen alacsony guggolás van, hanem konkrétan le lehet így hasalni. Ami azért nem egy rossz dolog, de mindegy, menjünk is. Menjünk, menjünk. Ugye a pályák azok ugyanazok, mint az eredeti játékban. Ha jól tudom, akkor ez nem bővült. Ugye például itt ez nincs is kirajzolva, hogy itt lehetne járni. Ugye ezek az alap területek vannak benne. Attól függetlenül ugye itt látszik, hogy itt van a Dead City, itt van a mocsár. Itt van a generátor, tudtad még ott ki is írja. Na de hát ugye akkor haladjunk. Hát persze, hogy megpróbáljuk. És akkor ugye most van az, hogy ugye segíteni kell a stalkereknek. Úgyhogy kaptunk egy pisztolyt, ugye egy makarobot. És majd tényleg ugye teljesen ilyen random felöltözésű emberek vannak itt, ezek amúgy tök jól néznek. Ezek az új textúrás dolgok. Na majd mindjárt ugye, ahogy megyünk a kis garázs vele. Amúgy szerintem látszik is amúgy azért. Holnap érkezni fog, korán. Nem, holnap érkezni fog, afternoon. Délután? Holnap délután egy kitörés fog érkezni, azt írta itt a telefon. Halló? You are live? Valami nincs medkitünk. Допоможи, брате! Візьми з трупа аптечку! Я не можу дотягтися! Okay. Ez jó, csak nincsen, még mindig késünk, ugye? De van! Egy életmentés, amúgy máshogy törnek szét a dobozon. Még azt is átdolgozták. Na most már tudunk adni neki, ugye? Візьми з трупа аптечку! Дякую, мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своїм у таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Без мене. Azt mondja, hogy... What? Jó. Ugye amúgy majd lehet... Hol látom a küldetéseket? Tensz. Akkor még ő nem adott küldi. Van valamit amúgy? Oké, I need a symbol. Jó, itt megköszönte megint. Lesz egy kis ereje, akkor visszamegy a bázisra. Oké. Ugye ami itt még jó ebbe a modba, és ugye amit sok játéknál nem szoktam szeretni, ez zavaró szokott lenni, persze ugye nehezíti a játékokat, hogy mondjuk egy pisztolynál ne zoomoljon be, mint
például itt is ugye, hogy nem az van, hogy annyira rázom van, mint az atom. És így mindent is látsz. Hogyha Ironside-ban itt nézed ugye a fegyó. Ha nem tényleg csak annyi, hogy oda fölemeli a személyhez, és akkor ennyi. Nincs az, hogy most rázom valakint, nem tudom mi lenne, közben elmegyünk a játékokba. Lesz az első Chatterpaté. Hello? Друже, не роби шуму! Давай поясню ситуацію! Jó, és akkor itt, hogy ott vannak a kis emberkék, és ugye itt lehet kérni, hogy jöjjenek velünk, vagy egyedül megoldjuk a problémát. Jö? Nem, egyedül megoldjuk. Kemények vagyunk. Pár banditával csak elbírunk, van lőszerünk is. Ott úgyis ott csapatják benn. Gránátom nincsen. A lefőt az nem mentés. És akkor úgy kéne, hogy például azokat, akik ott voltak benn. Azokat kicsinálni. I'm a Hungarian streamer, but I a little saying English, but sorry, and it's Radiophobia mod, it's very good. Ahogy itt vannak az emberkék. Ezekre kéne úgy lecsapni. Hogy jó legyen. Még figyelni kell ugye hátra. Ja, nem a legerősebb ez a PM. What your native language? Hop, az megvan. Ott King Korincán. Opa. Nice, it's a good language, Ukrainian and Russian. Nyomulunk előre. Itt látszik amúgy, hogy elég kevés lőszer van náluk.
Milyen jó ruháik vannak amúgy. Melyik van jobb állapotban? Twice in this one is Ukrainian if you didn't know. Oh, in this game, voice is Ukrainian, yes. And I love this game of the... And I love... which I like post-apocalyptic or post-Soviet game and genre. Le kéne vadászni Sotival szerintem. Meg is van. Yeah. Yes, technically it's not a post-apocalyptic outside of the zone. Yes, yes. But it's the game of the my opinion, the closest feeling of post-apocalyptic. Amúgy elvileg. Amúgy tényleg nagyon szépek a textúrák. Ja, és akkor ugye itt van a csávó. Ha kiveszük onnan a rejtette. Nem lehet kivenni a... Yeah, well, everything abandoned and ends to kill you. Yes, yes. Постокаліпсис от its finds. Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Окей, megvan a flash drive. Megkérdik, hogy odaadja. Is tud? Find the perfected. Sweet. Hát hogy? Ővel nem tudunk. Hát nem tudjuk eladni a... és esik kinn a leső. Oké. Mondjuk itt még volt valahol. Elmentjük a játékot. Ott egy ládikó. Üres. Most mehetünk vissza. Then the ending so cozy because it's so not even Bahami. Yes, yes.
and very strong atmosphere. It's far away screenings and other things. It's incredible. Nem tudok nekik sem. Visszabattyogunk a traderhez. Find perfect actually. Oh. Na, azt majd utána. And then yeah, I spent a lot of house started. Oh. Yeah, me too. And I liked modding in game, but it's Stalker modding is very clunky and hard. So many times crashing, but I like it. Minden, azt hittem, hogy gyorsan tudunk kifejezni. Azt nem. Elmegyünk, megnézzük, hogy tudunk-e valamit értékesíteni. Úgyis vissza kell. This gives me a wish to replay Alex Stalker. Yeah, yeah. But it's mod, this mod. Mi a tartalmaz most? Повернулся. It's very very complete mod. The cards and new quest, original quest reproduced, remastered and reworked. So many things. You wear a gas mask. HUD. You see HUD. You wear a gas mask. Tudom, nem tudok angolul beszélni, amúgy. And my English is it's really bad. Oké, de legalább itt megveszi amúgy az összes tudszot. De pohána, hármi tovar. Hely, végre itt. Köszönöm be, ugye ő a Luna, ugye? Meg kell jegyeznem. Van itt egyébként most egy orosz. Vagyis hát ukránul és oroszul beszélő, és a harmadik nyelv az angol. Én meg próbálok itt makogni neki. De amúgy megértjük egymást, úgyhogy hasonlóan nem tudunk angolul. Bár ő szerintem jobban tud. Jó, hát ezek még itt egyelőre elérhetetlen árba vannak. Jó, lőszerünk van. Egy rossz sörétesünk van. Ami az lehet, hogy mennyibe kerül. Egy 10-es csomag. Megvesszük. De pohána. Hármi tovar. Молодец, парубче. Я задоволений. Вдалого тобі полювання, сталкере. Azt mondja, hogy... Ó, most fel kell venni tőle egy küldet. Már régen játszottam amúgy. No, привет. Szerintem én már rengeteget koptam suli óta, értem, amivel szó van. Max, csak megszólal nem tudok rajta. Hát ez az, hogy én is úgy vagyok, hogy... Hm,
Мітчер, загал... То слухай, якщо здобудеш таку... Ідеш... Не погано. Гарний товар. I don't what is mean, but... Ja, és akkor mit Journeyman, és elmegyünk akkor ide. Ja, tehát azt... Ó! Ja, nél, nél. It means not bad, good merchandise. Oh, I see. Ja, ez csak a terület. Egyébként mi a helyzet Luna? But you literally nailed it. Fölmegyünk. És ott én mondjuk elég rossz állapotban van, mert azért még talán használható. Shotgun. Hát nem csak amúgy egy ideje itt voltam már, csak volt egy másik ideje dolgom azért arra pont. Ja, oké, oké. Az a lényeg, hogy itt vagy... Amúgy nagyon izé, olyan ugye HD textúra cuccok vannak benne, tehát rohadt jól néz. Meg ez a, tényleg ez az atmoszféra, ez a feeling. Ami ezekben a Stalker játékokban van, hát ez a alfa és az omegája az ilyen posztapokaliptikus szerű dolgoknak. Első, igaz, nem is tudom. Ó. Oh. Berohanták, hogy a rookie campet. Gyorsan. Ok, I will use közül translate for chat. Yeah, it's Hungarian language. It's very difficult. I mean for understanding what someone says. Megölték ezt a csávót itt? Na bakka. Nem. Nem baj, már ez van. Elő a fegyvert, elvileg valami. El kéne menteni, mindig. Mindig kell menteni. Na hát, hogyha minden oké is amúgy, akkor az jó. Nem tudom, hogy most a... Most van. Valakit lelőttem. Lehet, hogy ezeket most betámadom. Nem találom el. What the... Húha. Azaz. Na jó, felemegy. De ne rám! Ezek még nem volt. Not recommended fighting these guys in the beginning. Yeah, but... other mods... I find a pistol and clear this cordon military camp. Only one pistol. I tried this mod.
Lőszerem igazából ugye van elég. Csak itt nem. You go all in? Yes. Not hard. Sok lőszerem már ugyan nincsen. Oh, it's a mining bomb. Az most ott azzal mi történt? Oké, lehet, hogy nem viszel a pisztoly ebbe a modba. Oh, three ammo left. Okay. Oh, it's not a good. No. Ezek az árnyékok érdekesebbek. Vagyis konon fekete vagy a fa mögött. Megint betöltjük. Hol mentettük el pont előtt? Mert szerintem nem lehet olyan messzire lőni a fegyver. Nem tudom, amúgy angolul vagy magyarul írjak a chatre. Oh, Google Translate is not really helping his understanding. Yeah, but I mi, ahogy van a mondás? But I'm warning you, it's Hungarian language, it's hard or difficult. Oh, van egy kézigránátom. Oké, az nem jó robbant van. I mean, Russian is not the easiest to. Yeah. But I like Russian and Ukrainian language. But I didn't understand. But it's good. Jó volt itt az előbb amúgy, csak... néha nem értem, hogy miért nem. De ez se volt a legjobb. Jó, ez az utolsó. Well, if I'm looking at it right, it depends on if you are trying to translate to your native language or simply to English. Jó! Official beírt. No, better it is. Oh. Yeah, but it's difficult too. Russian and Ukrainian. Because I've got two different sentences by translating my latest sentence. Amúgy nekünk még nehezebb amúgy lefordítani. Mert nekünk ugye nem is orosz a billentyűzet. Vagy ők hogy írnak, ami ezt amúgy nem is értem. Ott tudnak váltani? Hát gondolom tudnak váltani. Hogy ugyanúgy, mint az angol és a... ami a fene. Az angol és a magyar között ugye, ahogy mi váltunk. Na, ez egy gránát. Azaz,
Ходи, сну. Meghallgat. Hol van? Hol a hulla? Yeah. Na bazag, és kifogyott? Ah, no. Baszki, kifogyott a játék, pedig azt csináltam meg. Oh, it's game crashing, but I... okay, wait a minute. Baszki... Amúgy úgy érzi, hogy nem is fogyott le, ahogy... Okay, most eltűnt az egerem. Oha. Addig tartsd a frontot. Most az egerem is eltűnt, és így nehezebb navigálni. Várjunk csak. Okay, előkerült az egerem. Wait a minute. Oké, a Windows feladatkezelő is azt jelzi, hogy még fut a játék, de közben nem. Vagyis a Steam. Ó, oh, most olyan. Addig tartsd a frontot, Luna. You mean Russian and acronym? Yeah, translating is other language. Forward, but it's not really giving me anything. Köszi. Mert közben visszatértünk, és most ezt megint meg kell csinálni, hogy kiírtam azokat. Variation and alphabets are not the same. Ilyen se volt még. Bár mondjuk volt olyan, hogy oroszok írkáltak a chaten még régen, amikor a Stalkerből streameltem. És így... Meg a Stalker online-ba írták, hogy hozzászólásban, hogy jönnek segíteni, aztán le kellett fordítanom, hogy most mit ír a srác. Use this. Nice. Jó, még ezt kifosztom, azt a többieket hagyom. Futás! Futás! Amúgy is jön valami disznó. Közben figyelemmel követem valamennyire a csetet. Már felét nem értem. Még én angolból sem vagyok annyira jó, amúgy.
Ó, viszont itt elmentjük, mert ez azért elég menő volt. Mondjuk a gránát sokat segített. Tudtam, hogy ez a csávó, az jönne velünk. Melyiket jelzi? Ezt jelzi. Á, nem. Ez a küldés. Küldés. What? Megnézzük, hogy mit lehet... eladni Sidónak. Ezt viszont megtartjuk, mert az egész jó. Hello? Oké. Hát sokat nem ad érte, de mindegy. Hármi tovar. Ehhez van töltény? És akkor 5.45x30. Az nincs is nála. Egy gránát sincs nála, mondjuk egy jó szendvicset. Молодец, парубче. Я задоволений. Megnézzük, hogy ebben van-e. Ah, ebben csak 13 lőszer van. Megnézem, melyikkel lehet váltani a... Jop, nem ezzel. Ilyen egyes lövésre válnak. Yes, I check this. But it's empty. Csak megpróbálom. I tried hunting other military person. Hát amúgy is mennek. Oh, mi volt ez itt amúgy? Dobtak egy gránát? No. Hú, mennyien vannak ott, bazd! What the fuck is this? It's too many. Oh shit. Baszki. Gyerünk. Hogy elég gyorsan meg tudnak halni. Matka. Na. Az a baj, hogy nincs kötszerem már. Hú, az gránátot dobott. Á. De hogy mennyit leszettem azért? Foglalkozzak ezekkel ahogy? Szerintetek? Vagy menjek tovább? Küldibe is elégedjek meg ennyi van. Lehet azt az alkát is el kéne... Hát, már mondjuk a fenet lenni. Ez a jó pisztoly, ez a rossz.
Непогано. Гарний товар. От так би завжди. Пензам, але зарігається. Окей. Jó, megyünk tovább most nem. A don't bothering military personnel. I try to move to the... Jó, itt nagyon furán viselkedik a minden. Jó, megyünk ki, izéljük a... Ó, és jó, sokat bírok amúgy. Most kéne egy gránát, mert amúgy... Nem tudom, azért van... Hogy ott vannak a... Most egy helyen most kellett volna a gránát. Hát mennyit meg tudnék ölni amúgy. És ott van a mindenki is. I try to. Ez nem baj, hogy közel jönnek, mert akkor jó lenne bevonzani ezeket is. Nem a malat mennyi, nem? Azaz. Menj a katonák fel, ne erre! Katonák! Ugye az a baj, hogy én nehezen látom meg a szúrnya őket. Amúgy most az összes katona kijött onnan, nem? Várjunk, elmentjük itt. And we will ride back. Most nem figyelnek rám, ugye? Ne! Tom! Ennek milyen fegyvere volt? Pisztolja le? Hú, és pont elakadt a fegyverem, de tudtam egyet. Gyorsan elmentjük. Még nem töltöttem ki a PD kérdőben se jelentést.
Még nem töltötted ki? Én este összecsaptam, aztán bagózzák ki. Mert úgyis, annyi úgyis kiderült az írásomból, hogy ötleteim vannak, meg hogy... Hol a hulla? Meg ilyenek. Hú, ez az RPK elég menő, ahogy. Na, így kell AK-t meg RPK-t, mert mindent szerezni a játék elején. Gyorsan a többi hullát is ki kéne. Hogy ennyi volt az összes? Várj, mi történt? Túl vagyok terhelve, oké. Nem futkározok. Hát ezt szerettem volna, de már csak nagyon rossz lett volna. És nem akartam hangsúlyozni a panaszkodást. De amúgy, én nem tudom, hogy hány éves vagy, de baszki, olyan bölcs cuccokat tudsz. Meg olyan döntések, meg ilyeseket tudsz, hogy... Meglepődő. Gyorsan elvisszük Szidorovicsnak a sok cuccot. Ó, mondjuk ez a pisztoly, ez elég menő. És ugyanazt a lőszert használja, úgyhogy... Fuck. Ó, intézzétek el. Nekem most túl sokat tudtam. Azt mondja, hogy... Hát soti se kell ilyen körülmények között szerintem. Azt mondja, ez a legjobb, ugye? De pohár. Na. Alapul ez. 7000-be kerül. Ez már van gázmaszk is. Hát egyelőre szerintem... Dobre! No, jak iszse bude, to zachod. És akkor megnézzük. Jak provitrysse, zachod. Hát egy az, hogy itt ki... Kevergél. Oké. Okay. Jó. Hát a főbbek azok túlélték, hát ők meg, őket lehet vonszolni. Ott vagy drag body, shiftes, de nem... Mindegy. Ha megnézzük akkor már, hogy mi a szitó adta a katonás ágnál. Ezt meg áttesszük egyes lövésre, és akkor lehet majd. Nem tudom kitámasztani vajon a... Vagy ezt a bűsznek van biztos. Ja, hát amúgy célra törőnek kell lenni valamilyen szinten a... ezekben az írásokba. Meg hogy tényleg jól meg kell gondolni. Aztán, hogy most hogyan fogják ezt viselni. Az már ugye más kérdés. Hú, itt menjük ki. Egy speckó katonák, ilyen hangtompítós pisztó lenne. Ja, őt ki... Hold it! Tudod, hogy van a bej? Elmentjük, mert... Ez lehet, hogy csak a hangszóróból. Ja, hogy akkor ezt mondja. Sose tudtam elképzelni, hogy mit ordni bál a hangszóróval. Amit ennyire pontosan ugye. Bezne. Majdnem megijedtem, azt hittem nincs itt már senki.
Milyen jó kis kellemes, csendes hangja van amúgy ennek a fegyvernek. Akkor itt óvatosan kell, mert itt még vannak katonák. Military personnel. Energy drink. Üres. Ami nem tudom, hogy, hogy van-e ebbe izéfogyás. Jó, visszaváltom, hogy ez automata legyen. Kaja meg ilyen, ilyesmi. Ó. Oh. Hello. Ó, oh, és ez egy tökéletes minőségű alká. Abban nem tudom, hogy melyiket vigyem van. Ennek kisebb a damage, de ugye ez, ez... Hát a tökéletesség az... Az hiába... Akkor is ezt hiszem el, mondjuk ez biztos pontatlanabb, ugye? És a korok szerint jobb oldalt ilyen lenn megjelent kis kajaikon. Ó, ez egy artifakt. Itt tárolták a kis szemétlábát. Mindjárt megnézzük, mi megy a tévébe. Egy dokumentum. Ez egy küldihez kell, azt hiszem. De azt nem tudom, hogy így le tudom-e adni. A kör. Egy lótszakán. És visszafele írva volt a Strelo. És a körözik a Gordon Freeman-t a... Izényt, eltűnt a... Rambo 4. Ezt a tévébe. Oké. Szép is szerengem. Igen, igen. Nekem mondjuk lehet, hogy föl kellett volna másznom a tetőre. Most már mindegy. De arra azt várom majd, mert ugye ebbe is elvileg lehet kocsikat vezetni. Hogy mégis hogyan lesz megoldva. És még egy artifa. Jellyfish. Oké. Okay. Még itt nem tudom, itt hátul van ez a closet. Már vödőre merték ki a cuccot. Jó, holnap délután lesz kitörés, blowout. Ó, itt még. Megeszünk még egy szalámi. Amúgy eddig ilyen elég menő a mod, mert látszik, hogy a mesterség és intelligencián is dolgoztak, hogy nem látnak mindenfele az ellenfelet. Ó, ez mikor halt meg? Hol van a gépfegyver? Ott van. Ó, a kaja kész lett. Oké. Okay. Yeah.
ugye ha jól tudom, a Stalker 2 megjelenéskor ugye nem lesz egyből moddolható, de viszont nem vetik el ugye a mod lehetőséget, hiszen szerencsére ők sem hülyék. Úgyhogy még ha alapjában véve a Stalker 2 megjelenés napján nem lesz tökéletes, mert mondjuk a izése volt ugye, a bármelyik Stalker játék, de viszont később modok által, nem is tudom mit. Hát igen, az OG játékokban a lopogodás elég illentős dolog volt, működött most sem, de mindig az előző. Igen, én ezért szerettem volt a... Hopp, és megint azt hittem kifagyott a játékban. Volt az Elite nevezetű mod, az igazából egy szimulátorra változtatta a játékot. És semmi HUD, tehát semmi nem volt. Neked kellett megjegyezni, hogy hány lőszer van a tárban, meg ilyenek. Viszont ott annyira jól volt megcsinálva ez a lopakodós rész, és ugye az arra is volt, ha jól emlékszek, kiélezve, hogy a mesterséges intelligencia, hogy tényleg, hogyha Google-val mentél, és ilyen lassan, akkor oda mentél mögé, és meg tudtad kiíselni. Meg ilyenek. Abban nagyon szerettem, és akkor az volt, hogy kaptál egy ilyen pisztolyt, és akkor lényegében tényleg egy ilyen lopakodós játékkel változtatott a Stalker. Meg nem az volt, hogy kilométer, meg ott azt hiszem már meg volt az csinálva, hogy az ilyen bokrokon keresztül, meg ilyeneken keresztül nem láttok át. Hú, de jó ruhád van, baszki. Meg maszk, meg idején. Nem tudom neked eladni? Nem. Mennyiért venné meg ezt? 650. Ez amúgy úgy néz ki, mint egy katona lenne. Valószínűleg az egyik alkát elvette a csávótól. Nem tudok neked eladni. Vajon mit csinál akkor, hogy ide lerakok neki egy... Hát mit rakjak le? Egy alkának. Felszippantja. Nem. Fene egyébként. Meg itt tök valamelyik modban volt olyan, hogy mindent felvettek. És... hogy akkor itt ezt a részt ugye így kicsit föl lehetett fegyverezni. Jó, sok modot kipróbáltam, nagyon szerettem. Régen ugye próbáltam mindig vegyíteni, hogy mit tenni, grafikai mod, fegyver mod, meg mit tudom, hogy milyen modokat. És ugye össze-vissza crasheltek persze. Várjunk, hogy idejét nem ám eladom. Ez a jó fegyver, oké.
What the fuck? Hogy túl irreális módon, mitől egy nap alatt meg kell enned egy svéd asztalt, meg innod kell 50 liter vizet, hogy nehogy meghalljál. És azt én annyira nem bírom a játékokban. Én a túlélő játékokat pont azért nem szeretem, mert irreális. És mit tudom én, a Daisy, az alap Daisy, hogyha nem egy ilyen modolt szerverre megyek föl, az nekem igazából egy kínszenvedés, mert az időm nagy része azzal megy el, megtaláltam a cuccot, az időm nagy része ugye azzal megy el, hogy babusgassam, mert egy kis esőtől már megfázik, ha iszok a sima kutból, nem forralom fel a vizet, akkor vérhasat kap, meg mit tudom én még. Én értem, hogy valakik ezt élvezik, de ez már itt kicsit számomra, ugye most az én személyes dolgaimat mondom el, de számomra ez inkább ilyen, hogy na, akkor legyen nehéz, és akkor nekem a legtöbb ilyen survival játékban ugye nem élvezeti faktor, hogy ezek a dolgoknak a megszerzése. Például, de viszont a Stalkerben meg teljesen jól megvan ez csinálva. És ugye például ez nem is RPG játék, de mégis az ember úgy érzi, hogy igenis fejlődik, hogy igenis itt vannak a statok a izéba. És ugye ez egy ilyen nagyon light RPG-nek lehet mondani ugye a Stalkert, de mégis annyira nagyon jól eltalálták azt a feelinget, és itt visszafele jó lenne nem belemenni, sőt, most nem is erre megyek, hanem erre. És elmentjük a játékba. Nagyon jól el tudják találni, de főleg inkább az ilyen mod dolgoknál, mert a régi eredeti játékokon már, vagyis az eredeti játékokon már régen játszottam. De tényleg, hogy nagyon jól el tudják találni, hogy ez tényleg ezt a túlélős érzetet adják, de nem azáltal, hogy most neked jó, akkor van 5 kg kenyerem, az elég egy óráig, és akkor így what the fuck, érted? És ugye arra se lehet mondani azt, hogy hú, hát mert hogy az emberünk fut, meg nem tudom mi. Régen, amikor ilyen elég kemény fizikai melósként dolgoztam, akkor volt olyan, hogy én 8 órákban nem is ettem. Mert nem is kívántam, meg izé, hanem inkább ilyen chillesen, szóval nem az, hogy jó, 10 perc kajaszünet, és akkor az alatt meg kell lenni, nem. Szóval azt se tartott ide. És ha tényleg ilyen 50 kilós zsákokkal rohangáltam, ez még tényleg régen volt, de azért mondom, hogy erre se lehet ezt fogni szerintem. Na persze az ilyesmit kereteken én sem szeretem nagyon, mert vesznek el az ilyenekből, valahol egy arany középutat kell tudni megtalálni ebben. Igen. Azért mondom, hogy például nekem ez a Stalker, ezt viszont nagyon jól eltalálta. Mert ebbe viszont tényleg mindig élveztem ezt ezt az inventory management cuccot, hogy jó, akkor a izét fogom fejleszteni, a pisztolyt, meg akkor utána jó, akkor ez kicsit elment rossz irányba, hogy már szét van tépődve mondjuk a ruhám, akkor azt majd meg kell javítatni, meg stb. És akkor mellette egy kis kaját, meg kis vizet szerezni, meg ugye legyen lőszered, és nem az van, hogy perra nem kéne jönni. Ugye ide akarok jönni, itt mit ér? Nibbles test, oké. Van nekem... Ez vesz a sugárzásból el, ugye? Vagy ez nem veszem. Majd visszaérünk. Majd itt egy sör. Kidobjuk a rágba. Szóval, ja, fura. Fura ez az egész. Mert mondom, én amiket mondják, hogy hú, izé, meg hogy survival játék, de egyszerűen számomra nem élvezetes. És úgy, ahogy te is írod, hogy nem azt érzem, hogy túlélem, hanem azt érzem, hogy egy matek feladvánnyal kell megküzdenem. Hogy jó, van 4 kajám,
és ez 5 percig elég, és akkor most el kell mennem izélni, keresnem cuccot, és így nem is élvezetes, hogy én most ott kutatok, vagy akármi, mert mondom, nekem ez az érzésem van. És lehet az egy Daisy, lehet az egy Seven Days to Die, hoppá. Van egy izé, ahogy. Ó, az utolsó ízég ötszerem, mert nem baj, van Daisy, nem. És ez itt mutatja, hogy hol lehet az tesse. Hopp. Nem tudok felugolni, ahogy nem tudok felugolni. Ó. Hát jó napokat kívánok. Ez volt az tesse. Valószínű, viszont azért el kell mennem. Ó, meg ott az test. Sőt, addig lehet, hogy ezt föl kéne venni. Nem tudom, ez mennyivel jobb. Itt szerintem elmentjük ismét, hát sokat kell menteni a játékba. Jó, ez üres. Hopp! Még most innen kéne... Hát lejönni oda. Basszak! Oké. Na, nekem például ez egy survival. A izéba például teljesen jól meg volt csinálva, mert ott sem voltak ilyen fukarok például a dolgokkal. Az a Desolate nevezetű játék. Úúúú, bezzeg! Gyógyítok, aztán itt dobálom a csavarokat. És itt ami nem is lehet látni amúgy, hogy ott van egy anomália. Ez viszont tetszik, mert sok modban meg ugye nagyon szembetűnő. A cucc. De várjunk itt viszont, hát itt most a katonákkal, inkább visszamegyünk. Mert most még egyszer katonákkal nem akarok küzdeni. Most ezt a kevés lootot elviszem. Eladni. Aztán, hogyha van kötszer, akkor azt veszek. Na, ja, jó van, essük szél. Mit egy sír? Ó, benyomjuk még ezt, mert... Még egy anomália, aztán megdöglök. Benünk semmi. Tényleg most belegondol az ember, érted, ide vagy téve. Jó, nem azt mondom, hogy full open world, meg nem tudom. Kíváncsi leszek, mert ugye a második rész az ugye egy nagy pályából fog állni. Ha jól értesültem, ugye. Ha jól értettem a dolgokat. És akkor tényleg az van, hogy így él túl, de nem az, hogy jó, én most ott egy fát vágok. Meg itt tudom én mi a lófasz. Remélem a második részbe se kell jönni a survive-ba, és akkor jó, vágjál 10 fát, meg bányálsz 5 követ, és akkor mit tudom, mit csinálsz. Címészter senki. Éppen belefolyunk a Stalker által felállított survival témákba, amik egyébként jók. És ez egy nagyon jó kis kinéző mod, ami a sima Stalker Shadow of Chernobyl-t hát eléggé felturbozza, de viszont nem ad hozzá mitten pályákat vagy ilyesmi. Oké, military. Mi újság van, Mr. Senki? Minden oké és oké. Próbáljuk vissza menni és leadni a...
srácokat. Nem emlékszek, hogy itt lenne izé. Elmentjük a játékot. Amikor mindig megijedek, hogy megröccsön a játék. Semmi fáradt vagy. Oh shit. Pihenges. De megijedtem. Type game, köszönöm a követést. Annyira ritkán követnek be, hogy megijedek. Hopp, valami beakcióztam. Reméljük, hogy itt a Stalker... Ó, baszki. Hát itt van, ez hogy? Mit kérdezik itt? Egy exoszuitos izé, Loner. A Rookie Village-be. Father Diodor. Hát menj a picsába. Shotty meg minden. Üdvök köztünk, Tybegém, és köszi. Ja, hát itt lehet is chillezni, csak pont befejezte a gitározást. Ne vagy befejezve még egyet. Közel jövünk, akkor van a tűznek ilyen. Na bazag is elrakja. Még a izék szoktak itt jók lenni. A szájharmonikán se dalok. Mindegy, eladjuk a cuccokat, azt visszajövünk még ide egy kicsit üldögélni. Megnézzük, hogy a mizó. Ó, meg várjunk. Gyorsan még a csávónak odaadom a ruháját, amiben ugye jöttem. Még jó, hogy nem vette észre. Nem Csernobilba játszódik? Hát Csernobil mellett, de majd amúgy oda el lehet jutni. Igen. Ez ugye az a tipikus játék, ugye itt van Pripyat, és itt van a Csernobil atomerő. És ugye be is lehet menni. Ja, itt alszik a csávó. Stone of Flower-t adott nekem. Ó, egy ilyet. Köszi. Gyorsan eladjuk a cuccot. Milyen helyzet egyébként a Type Game? Hogy vagy? Közben itt eladjuk Sidorovicsnak a dolgot. Jézus, nem lehet kikapcsolni a rádió. Ez a milyen? Ez nem a milyen? Ó. De pohána. És akkor meg is van a ruhára. Bármi tavar. Meg is van a ruhára, más úgy sincs. Még 16 000. Ez. Az már nem is kéne sok. De hát akkor mindig ez ilyen, ez lenne. Megveszik ezt, hogy jó lesz. Ezt meg eladja. És ugye így került ránk egy kisebb. Ja, várjunk, még veszek. Van nála üzé? Na. Köszön. Jó, rá is megy az összes pénzünk, nem baj, mert az kell. Молодец, парубче. Lehet eladni a... Köszönöm jól, de le kéne ugranom a boltba, de olyan rettenet idő van, hogy nem nagyon akarok itt kimozdulnom. Hát igen. Nekem is amúgy ez az időjárás. Te tönkretesz. Bár mondjuk engem azért, mert hogy egyik nap ilyen hidegebb idő van, egyik nap kicsit jobb idő van. A söti lőszert, mondjuk megtart. Csak hogyha hallgatjuk a játékot. Lehet hallani, ahogy lélegzik a gázmaszba a figurát. És így azért már kicsit jobb dolgunk van. Nézzük is, hogy mik vannak még. Én meg mindjárt, ja visszaolvasom vissza senkinek, én meg mindjárt játszom Satisfactory-t. Azt láttam, hogy az jó kis game-nek tűnik.
Én az én gondolkoztam, mert megint visszajött a kedvem a posztapokaliptikus játékokhoz, ugye, hogy a... Urzesnek köszönöm a követést, hát mi folyik itt? Hát mik történnek? Nem szoktak engem ennyien követni egy műsor, vagy egy ilyen műsor, egy ilyen live alatt. Hogy köszi egyébként, és üdv köztünk, hogy az a jó kis posztapokaliptikus ilyen stratégiai játék, aminek most nem fog eszembe jutni a neve. De mindjárt megnézem, hogy mert itt van az Epic Store-on. Surviving to Aftermath, hogy azt is folytatnom kéne, mert ahhoz is jönnek aztán az update-ek. Hideg van, vagy vihartomban. Szokott az eső, meg fúj a szél. Itt most, hát itt eléggé fúj a szél. Itt tegnap volt eléggé nagy vihar. Azt hittem, hogy elfúj az egész netrendszert. Oké, és amúgy már mehetnék a izébe, a párba. Ó. Hát akkor lehet, hogy az lesz, hogy most egy ilyen nagy irányt veszünk előre, ezt elfutunk a bárig. Mert igazából miért ne? Én most a postscriptum rákaptam. Nagyon. Nice, az jó amúgy. Én a Hell Let Loose-ra nézegetek mindig vissza. Az nekem egy nagyon picit talán jobban tetszik, mint a postscriptum. De egyedül a izé miatt, a pályatervezés miatt. Hogy tényleg ott ilyen nagyon életűen meg van csinálva. De amúgy igen, a postscriptum. Tegnap izéltem egy kicsit, squadoztam. Rá pillantottam. Az is jó kis izé, ugye most kijött az 1.0-ás, ugye hogy nem early access, így dobálnom kéne a cuccuba. Ott meg kutyák, nem jövünk a kutyik fele. A Let Loose is megvettem, de vissza is adtam. Ó, az nem jött be. Egy postscriptumot azt régen próbáltam, azt lehet kipróbálom valamelyik nap. Én meg le kéne töltenem a breakfast. Most egyet töltöttem le. Ezt mondjuk torrentről. Szóval ilyen bűnbocsánatot kérek. A Beam NG-t, vagy hogy hívják. Az a nagyon jó autótörős szimulátor, nem tudom, sandbox akár. Egész jó amúgy. El lehet vele pefecsálni. De én majd valamelyik nap a izéből akarok. Long drive-ból. Mert az, abban én így tök el tudok amúgy lenni. Meg hát ugye nagyon régen játszottam. Halló? Breakfastet is régen próbáltam, az nekem ilyen izé feelingem volt, mint régen a... Hát ez jó régen volt, egy anomália van. A Destruction Derby. Egy PS1-en. Az jó voltam. Jók azok a játékok, csak én ugye nem vagyok az a nagyon nagy autós. Vagyis hát főleg olyan, amiben így versenyezni kell, az nekem nem vonzott. Esetleg olyan, ami mit tudom én, a tök Crew, azzal játszottam régen, hogy ilyen nagyon nagy pálya van és akkor ott mehetsz össze-vissza. Az ilyen open world-ös autósokkal, azokkal ki vagyok békülve. Ugye régen például Need for Speed Most Wanted, abban is tök szerettem ugye ott random mászkálni a városba. De az ilyen kötött pályás dolgokat annyira nem. De nyilván nem azért, mert hogy rosszak, hanem hogy azok is kurva jó. Ó, innen... Már egész jó rájuk látunk, elmentjük a játékot. És nem mentem vissza... Nem mentem. A következő tábor tűznél, hogyha lesz valaki gitáros vagy szájharmonikás, akkor azt oda megy.
Én majdnem mindent letorrenteztem. Ennyi-bennyi, azért néha venni kell játékot, ami tetszik. Mert hát ugye onnan tudják, hogy érdeklik az embereket. Borzalmas a matchmaking, illetve gyakran előfordul a low FPS. Post Kryptonnál semmilyen nem volt, úgy megy, mint a squadnál, és egyszer is mentesen megy. Nekem meg a squadnál van néha ilyen, hogy le kell vennem közepes grafikára és rosszul megy. De amúgy igen, a Hell Let Loose-nál is vannak. Bár mondjuk Hell Let Loose-nál nekem csak izénál volt. Amikor HDD-n volt, szóval sima merev lemezen, nem SSD-n. És plusz még mellette izéltem. Streameltem. Na az úgy borzalmas volt. De amúgy most, hogy mondod a Postscriptum, az ilyen kicsit ilyen lassabb. Mert még a Hell Let Loose az sem egy gyors, az sem egy kod. Nem azt mondom, hogy ez az. De az is gyorsabb, mint mondjuk egy Postscriptum. Vagy egy squad, ugye. Én meg ugye szeretem az ilyen, inkább tényleg az ilyen taktikás dolgokat. Ezt megpróbáljuk ezt lelőni? Én ne próbálnak meg? Hopp! Hopp! Az meg is feküdt, jó éjszakát. Az is megfeküdt, hopp, jó éjszakát. Nem feküdt, nem feküdt meg, a szemét lána. Imádom a Stalkert. Nem játszom vele mostanában eleget. Fene egyen. Oké, az megfeküdt, és láttam, hogy kidobta a lábát. Már nincs. Hát van ennél még följebb is. Ezt nem tudom, ebbe a verzióban van ott fönn sniper? Régen ugye ott dekkoltak fönt egy SKS-sal. Ott minden meg kettő meghalt, ugye? Aha. Meg egy arra elment, ugye? Az nem tudom, hogy hol akar jönni. Folyamatosan menteni kell, mert... én minden héten veszek játékot az ár. Ott is megvettem. Ark. Ja? Akkor nem szokott. Ja, mert én is ugye régen nyilván. Amikor nem volt rá lehetőség, akkor... Azt a kurva életbe. Ez honnan lőtt? Oké, megvan. Régen nyilván én is torrenteztem meg. Jó, ez máshonnan is lő. Máshol is van egy. De akkor azt nem vetted meg, ha ingyen volt. De nyilván majd később akkor. Mert ugye ez amúgy tényleg úgy működik, hogy... Hogyha van egy jó játék, és azt nem veszik meg, akkor nyilván abban nem lesz folytatás. Viszont ugye amit megvesznek sokan, meg stb. Ugye abban nyilván lesz folytatás. És ugye hát az ilyen játékoknál ez a recept, ugye. Hápe! Közben én vagyok a karim. Type Game-nek köszönöm az 5 dollárt. Mik történnek itt? Kapkodom a fejemet jobbra és balra. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Várjunk, az megvan, szóval van. Nem az egyik. Várjunk csak, ez lehet, hogy ott lesz fönn. Várjunk csak, itt mit ír? Jaj, nem tudok rámenni, mert én vagyok ott. Lemegyünk, lemegyünk. Hopp.
ott bent lenne. Ó, baszki! Nem jó. Nem, ott nincsen. Nincs semmi. A, mondjuk a postscriptumban nem tudom, hogy bekerültek-e. Például az amerikai oldal, ugye, hogy az ilyen... hogy nem az angolok, meg nem a, nem tudom, németek, meg ilyesmi, hanem tényleg ez a tipikusabb. Mert régen, amúgy tényleg régen játszottam. Ez nem tudom, hogy hol lehet. Én is streamelgetek, és tudom, milyen jó érzés, ha valaki elismeri, amit csinálunk, akár egy bekövetése, vagy bármi. Ó, igen? Na, majd rád csekkolom. Vagy mi a szitu. Nem, hogy igen. Mert én ugye ezt főként ilyen hobbiként csinálom. De én nem ilyen munka dologként tekintek erre. És ugye tényleg ez ilyen fura ilyenkor. Amúgy ez ott tényleg lehet, hogy fönt van. Kell felnézni. De tényleg nagyon szépen köszönöm. Meg ugye én nagyon random játszok játékokkal, úgymond. De tényleg a nem annyira ismertektől a nagyon ismertekig. Igazából amivel van ugye kedvem. Hát baszki, hát hol lehet ez a, amit jelez a... Na, ötletem sincs. Gyerünk. Ugargé. Akkor itt csak egy út van lefele. Epic ingyen adták azért. Ja, Epic a szórogatja az utcai. Valahol itt kéne benéznem valahova. Mert ott nincs. Mindegy, szerintem azt hagyjuk. Nem tudom, hogy hol lehet. Nyilván nekem is munka mellett megy, de szeretem csinálni, és baromi sokat tanultam, mióta csinálom. És ez a neved itt... Hát persze, hogy ez a neved itt a izén. És itt csapatod a Twitch-en? Mert ugye először én YouTube-on kezdtem el. Aztán... gondoltam inkább itt a... sűrűbb streamek ugye itt lesznek, mert itt valahogy azért stabilabb a dolog. Ugye nem kell akkora net hozzá, és kisebb felbontással is akár jobb képminőséget el lehet érni. Aztán azért szoktam itt inkább, YouTube-on meg inkább ilyen videós dolog, de ott is azért szoktam néha. Jutában... itt megint sok cucc van. Akkor remélhetőleg mindenkit megöltem. Ó. Oh. Itt és Facebookon is egyszerre az archívokat, pedig YouTube-ra teszem fel. Ó, oh, nice. Majd ha nem felejtem el, akkor... Várjunk csak, ez miért negyed? Ha nem felejtem el, akkor mindenképpen ide rácsekkolok majd. Mivel szoktál amúgy így játszogatni, milyen a érdeklődési kör? Várjunk, nekem oda mindenképp oda kell mennem. Biztos senki írja, hogy én ezzel azért veszekedtem, mert a barátom azt mondta, én letorrenteztem, de ingyen adták akkor mi. Uha, valami... Ja, csak izé. Fárd az emberem. Megint lehet, hogy vissza kéne menni amúgy Szidorovicshoz.
és eladni neki ezt a sok fegyvert. És ami aránylag gyorsan meg lesz az én, mert... Kicsi, hát ez ilyen amúgy az a stalker. Pepecselem. Ugye nekem meg már úgy van egyébként, hogy... Én ugye úgy vagyok ezzel a játék megvételes dologgal. Réges-régen ugye még gyerekkorban torrenteztem mindent. Nyilván utána már ezt választottam fő hobbiként. Már nem a gitározás, nem a fényképezés, nem ezeket, hanem hogy na akkor tényleg a videójátékozás lesz a fő hobbi. És akkor ugye nyilván erre költöm az erre félretett pénzeket. És ugye akkor meg már viszont mindent megvettem. Ugye nem hiába van majdnem 500 játék csak a Steam-es profilomon. De akkor meg már... Jó, ne ragom a fegyvert, hogy... De akkor meg már viszont túlzásba vittem. Már nem is játszottam vele, de már megvettem, mert le volt árazva, stb. Most meg ugye mivel egyre kevesebb játék tetszik. Így meg ugye egyre kevesebb játékot vesz. Köszönöm kedves tőled, hát főleg sztori központú gémeket, valamikor csapatban játszottunk, nagyon vegyes. Ami megtetszik én. Na, az nice. Na, ezért játszottam. Vagy csináltam végig ilyen. Ó, itt van egy. Lehet, hogy lemondunk a hangtól, vagy a... Ja, a hangtól pittosról lemondunk mind a húzat. De pohána. Hármi tavar. Egy pillanat. Ezeket megtartjuk. Amiből sok időszer meghesse picsába. Cigit is eladjuk. De pohána. Dobre. Hogy észrevettem úgy a történeti dolgokat. Például én a YouTube-on na izén toltam végig a... Van a Soma, az Observer, meg legutóbb a nem is tudom mi volt. Mi volt annak a neve? Baszki, eladtam a izén? What the fuck? Hol? Még itt nem tettem el. Nem baj. Nem is tudom mi volt annak a neve. Chernobylite készítőnek az előző játék. Már megöltem mindenkit? Nem öltem meg mindenkit. Aha, ott még akkor lesz kettő figura. Az is megszökött nagyon jó. Ezeket én is szeretem. Meg nyilván mondjuk a... Bár nem tudom melyik történetközpontú játékokra gondolsz. Ja, hát meg még régen ugye természetesen az ilyen Death Strandingből, amikor még PS4-en csapattam, hogy abból is csináltam egy végigjátszást. Az ilyeneket én nagyon szeretem. Hideo Kojimának a munkásságát és hasonlók. Ezek jók, egyediek. Meg hát a Frictional Games-nek a játékai. Oké, most megpróbáljuk nem eladni az összes fegyverünket. És itt még volt valahol egy figura. Aki most valamiért itt van, lakottak. Na, nincs semmi. Most nem kaptam meg azt a pisztolyt.
És nem kaptam meg, vagy nem találtam meg. Hogy elkóricálta az illető. Kinél volt az az upgrade-elt pisztolem. Na nem baj, akkor is visszafutok. Csak most nem adom el az alkát. Igen, a Death Stranding-et én is nemrég játszottam végig, és hatalmas élmény volt, de a Metro szorozott a szívem közé. Ja! Az is jó. Engem amúgy valamiért, amúgy nem tudom, hogy miért, de... a Metro... Mondjuk szerintem nekem lehet, hogy azért nem tetszik annyira a Metro, mert ott ezt a politikai dolgot nem azt, hogy erőltetik, de ugye az van azért valamilyen szinten. Bizonyos részekből ugye előtérbe helyezve. De attól függetlenül az izét azt nem játszottam végig az Exodus, de ugye az megvan epikes verzióba. Ott az izénál hagytam abba a sivatagos részhez, amikor megérkeztem. És ott valamiért elvesztette így a feelinget számomra. Fogalmam sincs, mitől, vagy miért. De attól függetlenül nagyon jó játék, mert tényleg ott is minden le van animálva, szóval tényleg minden, ami történik, ahhoz egy animáció van. Meg ott is azért van egy történet, meg emlékezetes cuccok, és ez mellett ugye ilyen open world-ös téma. Úgyhogy nem azt mondom, hogy rossz játék, csak valamiért engem így, nem tudom. Lehet, hogy túl megszoktam már én ezt a Stalker féle dolgot. Itt elmentjük. De ja, a Death Stranding az nagyon jó. És olyan izék voltak benne, hogy így néztem, hogy azt a kurva. És ugye nem, és pont mondjuk nem a izéknál, hanem az olyan apróságoknál, hogy amikor a vége fele, amikor ugye már legyőzöd a fő ellenfelet, van. Megnézzük, melyik ez a legjobb alkán. És ott vagy ugye, amikor a csaj mondja, hogy most lesz ugye a nem tudom hányadik ilyen, nem ciklus, hanem ugye ott meg volt nevezve, hogy mi, ugye nem tudom hányadik ilyen tisztító dolog. És hogy ott vagy ugye a háttérben a föld ugye szépen elkezd fellelángolni, és ugye ad meg egy pisztolyt a kezedbe. És hát én is azt csináltam, hogy hát mi csinál egy ember, a pisztoly van a kezébe, egyből megpróbáltam lelőni. És akkor így az a fordulat, hogy el kell raknod a pisztolyt és oda menni megölelni, az így, és ugye az ilyen apróságok ugye a Kojimának a játékaiban az mindig megvolt, hogy ezek ilyen kurva jó csavadok, és ugye hát ez csak egy ilyen apró részlet, ami ugye nem is spoileres. Úgyhogy nagyon-nagyon izén mestermű az amúgy. Úgyhogy ja, az egy nagyon kivételes tux volt. De közben jövünk amúgy errefele. Csak lehet, hogy itt figyelni kéne. A metróban is amúgy az a jó egyébként, hogy már ha jól tudom, ugye rengeteg könyv is van. Ott tényleg ilyen világépítő dolog, az már szerencsére Magyarországon is bőven elérhető. De... Hopp, ott a kutyák harcolnak, úgyhogy azok szevasztok. Oké, túl hamar megölték a kutyát, aztán rám felremettek. De attól függetlenül, hogy tényleg ezek a Stalker, Metro, tudtuk, ezek a mindenképpen jó. Mert nem az a tipikus alkotások. Az új Stalkerre kíváncsi leszek. Igen, és lőttem, mint az ökör. Igen. Hát én nem tudom, én ilyen ötödik, hatodik próbálkozásra jöttem rá, de szerintem pont véletlenül, hogy elraktam a fegyvert. És akkor ott volt, hogy nem is emlékszek, hogy... Aztán ki is írta, ugye, hogy ölelés, és akkor így... Tudod, ez a mi a fasz? Ez amikor tényleg ilyen, így az ember...
amikor egy játék így a szívéhez szól, így az is egy olyan pillanat. Vagy Zoe Stalker, én is kíváncsi leszek, bár mondjuk azért vannak... Ahogy el is akkor én nem itt fogok átmenni, mert megy itt át a húzat, hanem ott, ahol kiírtottam a katonákat. Azt nem tudom, hogy remélem, hogy a Vostok Games-esekből nem szivárogtak oda át emberek, ugye akik a Survariumot csinálták. Ez remélem nem egy Survariumhoz hasonló játék lesz. Ugye amit régen, ugye a Survariumra is én azért haragszok egyedül, mert ugye az volt az alapterv, hogy egy nagy open world játékot csinálnak, ami főként PvE, és hát ugye megláttuk, hogy mi lett belőle, aztán ugye egy PvP orientált játék. És hát, ja. És akkor itt már ugye mehetek tovább? Igen, ott mindenképpen át kell mennem. Lehet, és hogyha végébe megyek oda. De hogy igen, az új stalkerre kíváncsi leszek, nagyon nagyon. Ugye eddig még csak minimális infók tudhatok róla. Ott valami ment. Elmentjük. Igen, mondjuk az új stalker, ez ugye én úgy állok azért, hogy hiába vannak fenntartásaim, hogyha ugye megjelenés után engedik, hogy a modderek csinálják a dolgokat, akkor az én bízok benne, hogy minimum olyan moddolási lehetőségek lesznek, mint ezekben a játékokban, sem a Stalker játékokban. És akkor később, szóval ha még megjelenés, akkor nem is lesz ilyen fú, nem tudom milyen tökéletes Stalker játék. Meg nem tudom mi, akkor később ugye abból még lehet jó játék a modderek által. Mert ugye azért tényleg az alap Stalker játékok, mint ugye a Call of Pripyatot is nézzük, ami a legutolsó a sorban. Szerintem azért nem az van, hogy egy teljesen nagyon jó játékról van szó. Mert például nekem a Call of Pripyatnál, ugye én ott pont... De hava meghalnak ezek. Én ott pont azért kicsit csalódásként. Ó, ez milyen fajta pisztolyon. Egy elég szarféle pisztoly. Hogy ugye mentem, és ugye voltak ilyen nevezetesebb helyek, meg stb. És ugye, hogyha nem vettél föl oda a szóró küldetést, akkor az a terület az full üres volt. Most mind a vérszopóknak, ahol aludtak helye. Ugye, hogyha úgy mentél oda, hogy nem volt fölvéve a küldetés, az egy üres terület volt, és semmit nem találtál. És ez nekem kicsit ilyen illúzió. Ó, bazdmeg. Mi az ott? Vonatoznak az emberek. Halló! Milyen jó ruhájuk van. 5000-es duti. A duti sok. Én nézek ki a duti sok. De kurva jó ez amúgy, ez a HD mod hozzá. Ugye ezt azt hiszem, amikor telepít ki az ember, akkor be kell tipálni. Itt egy... Ő is egy dot is. Nagyon jó. Nem is baj, hogy ezek itt vannak, ezek legalább csapatják a dolgokat. Várjunk, itt azt hiszem, hogy támadást érni. Ugye jönnek majd a kutyik talán.
О, ладно, що ти? Усе, кінчили мутантів. Окей. Jó, jó, megyünk a személytelepre. Azért itt körbenézünk. Ráveszem magam a bevásárlásra, további jó játékot és szép napot, ha esetleg valamikor szkvadoznál, én is szívesen csatlakozom a gondolat. Sziasztok! Oké, köszi szépen, hogy itt voltál, és ismét köszönöm a támogatást, jó bevásárlást, és mindenképpen majd ránézek az alkotásaidra, és majd, hogyha úgy lesz, akkor egy közös szkvadozás, vagy akár post-scriptumozás és szóba jöhet majd. Úgyhogy minden jót és neked is szép napot. Ennek annyira jó, hogy szinte érezni amúgy az esőnek a, az amikor ősszel esik az eső, és hogy ilyen vizesek a levelek, amúgy szinte érezni amúgy. Ez van, ez nagyon... Hoppá! Őt nem tudom elhívni magammal, hogy hé, te most már haver vagy. Segítsél. Thank you. Eladjuk neki a fölös cuccokat. Még a kohabász is van. Oké. Este 8. Ja, de itt nem is lehet aludni. Itt végig kell szenvedni a lézagát. Végig kell szenvedni. Jó, itt... Mármint itt van egy hulla, a radar szerint. Oh, hello! Ez annyira meghalt. Még a cigarettára is ráharapott halálába. Ej! A száma lángtó hányos. Szevasztok! Megint nyugi elrakom a fegyót. De mondjuk ezek banditák. Ez mondjuk egy loner volt, de azt lehet, hogy a bandit ölt. Oké. Alkán megvenhető. Megint kezdem, hogy visszarántani ez a post-apok feeling. Oké. Gyorsan be kéne menni. Nem emlékszem, hogy hol van a táska. Megvan. Tűnés. És ez amúgy azt hiszem, hogy immunálatot talán csökkenti, jó van, radioaktivitást. Oké. Ez a mod, ez mindenkinek ajánlom amúgy.
nem vagyok valami túl jól. Húha! Itt beszélgetés van a idején miatt? Elmúlt? Még mindig szarul vagyok. Mindig amúgy megy le a HP-m a izé túlházás miatt. Oké, nyugodj, oké. Hogy amúgy kötszerem van, csak is jó, hogy itt van, nincs is. Ebből szerintem load game lesz. Bazen. Ja, ebből szerintem csinálunk egy load game-et. Lehet, hogy oda nem éri meg bemenni. Mert mondjuk oké, hogy ott voltak ilyen, nem tudom milyen lőszerek, de... De ilyennek tudatában nem biztos, hogy kielmennem. Úgyhogy nem is megyünk oda. Meg átmegyünk szerintem a szeméttelepre. Jó, aztán mentjük ki onnan. Egy kicsit nézelődünk, és akkor... Mind azok ott bújnak, vagy mi a tenét csinálnak? Nem látni, nem. De azok így figyelgetnek. Azok így bújnak igazából. Az a game neked bújás. Elhasalok én itt testig. Hol volt az a másik? Nem halt meg. Régen ugye egyfolytában jöttek a banditák. De nem tudom, hogy hogyan valahol. Mindig így termelődtek újra. Oké. Okay. Next level. Na itt egy icipicit körbenézünk, hogy mégis hogyan van ez megoldva. Itt a garbage, ugye a szeméttelep. Aztán, hát max majd nem tudom este. Max este lesz folytatva valami.
Gyorsan elmentjük, bár mondjuk itt szerintem volt, igen, itt volt egy mentés. Ó, igen, emlékszik erre. Most kell lelőtti? Én lőttem le? Ott ugye valakit ki lehetne menteni. Lehet, hogy úgy kéne, hogy... Várjunk azok a... azok van. Na ezek is lónerek amúgy. Hogy nem lónerek, aha. Csak annak voltak átszázva. Úgyhogy ezt nehéz kimenteni onnan. Nem úgy féltél a vírusoktól, amikor torrenteztél? Hát... persze. Azoktól mindig kell félni. De azért kell a megbízható helyeket találni. Amit ugye nehéz. Bazd meg, azt meg se lehet menteni. De amúgy hála Istennek, amúgy így lekopogom, hogy nem nagyon szokott bejönni vírus. De nyilván azért, mert most már annyira nem lehet órendőzni. Nem, azt itt mindenképpen itt meghal. Itt úgy nem tudok lelőni. Annyit, hogy egyszerre. Már megpróbálom hangtompítóval, mert lehet, hogy... Nem, itt azonnal. Itt bármi történik, ugye mindegyik rácélok, és ő lesz egyből a... célpont. Ja, itt nem lehet. Itt egyből előnk szerencsétlen. Nem baj, van nála egy gránát. Gránát az jó. Talk to best. Ez nagyon sok van nálam. Itt az jó áron van. Ilyen pisztolyokat amúgy nem is érném a főjükben. Még Linuxot kell használni, mert nem kapja. Hát tény. Jó, itt segítenünk kell a csávónak. Ugye jönnek a banditák támadni. El is mentjük a játékot. Megpróbáljuk ezt a bandita támadást leküzdeni. A haver, elvileg. Oké, okay, és itt mondja, hogy jönnek.
таке? А, так, вчера. Elvileg egyél. Na bassza meg. Oké. Csak kötszer kell, ugye? Ha. És itt már a... inkább a... speckó lőszereket veszem többször. Gyorsan eszok valamit. Ó! PT 2000 PPS-e. Sandwich. Soti nem kell, ez nem kell. Lőszerek azok kellenek. Megnézzük csak, hogy hogy néznek ki. Nice. Hey, чуєш ти? Ти не думай. Ти ще віддаш не втір. What? Де ж ти засів, сволото? Ховайся, дурню, стріляють! Так вам вала хі вала вон. Вала хува фігел на кю. Ну покажися, опудало! Ну тазок на шука ти ярна. Aha. Na bassza meg. De ott vannak a banditák. Hát... nem, nem gránátozunk. De nem látni a sőbe. Mozgunk, mozgunk. Ott van balra. Ezek is meglettek. Nevezzük a szalámit. Ez nem törhető. Jó. Csoki! Találunk egy csokoládé. Kulacs. Ő nálam, ő is egy MP-ettel. Jó. Visszamegyünk a... na bakke. Nagyon nem bírja az emberem a dolgukat. Túl nehéz, ugye? Én nekem OP rendszer Linux, és van egy virtuális és Windows 10-em. És ha elkapná, csak törlöm és visszaállítom. Előbb mit szólsz a megoldás? Jó, bár mondjuk én igazából csak annyit csinálok, hogy... van egy avastom, aztán annyi. Van egy pár megbízható ilyen külföldi ingyenes cucc, torrent ugye, aztán onnan.
Már inkább én már ugye úgy szoktam általában, hogy hogyha nincs a játékhoz demo, akkor ugye kipróbálom, azt utána megveszem a játékot. Ami tényleg valóban nagyon tetszik. Túl de jó ez a naplemente tud. Valakinek el kéne adni a fegyvereket. Hát azokat itt nem fogom leírni, mert megcsesz a Twitch. Jósan leadjuk a küldetést, valamit tenni kell. Yeah! Az a baj, hogy nem alkuképes. Ti nem vesztek valam? Nem vesznek ők se semmi. Jó, amúgy szerintem ezzel a záróképpel. Púcsozom. És hát minden, itt el is mentem egyébként a nagy végletekbe. Szóval mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és mindenkinek köszönöm a részvételt. Szép napot kívánok mindenkinek, és majd hamarosan jelentkezek egy másik live-val. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!